Jó napot kívánok, Szabó Andrea vagyok, a Péter Évei Samu Mihály Általános Iskola kémia tanára, s mai órán a kémiai reakciókat, kémiai változásokat fogjuk tanulni. Tehát, amit ma megtanulunk, mik azok a kémiai reakciók, mi utal arra, hogy kémiai változás, azaz kémiai reakció ment végbe, hogyan jelöljük a kémiai reakciókat, mik a reaktánsok és mik a termékek, kémiai reakciók típusairól fogunk beszélni, mint analízis és szintézis, és a kémiai reakciók hűhatásáról, vagyis mit jelent az, hogy exoterm, és mi az endoterm reakció. Először is nézzük meg a házi feladatot. A házi feladatban meg kellett állapítani a vegyértékeket. Ugye az oxigén vegyértékét már megtanultuk, hogy mindig kettő, és nézzük, hogy az oxigén vegyértékének segítsége hogyan tudjuk megállapítani a többi vegyértéket. Tehát indexer, vegyérték, közös nevező, osztva a másik indexer, ugye ez lesz a módszer, 3×2 az 6, osztva 2-vel az 3. 1×2 az 2, osztva 2-vel az 1, 5×2 az 10, osztva 2-vel 5, 2×2 az 4, osztva 1-jel az 4, 1×2 az 2, osztva 1-jel az 2. Egyébként, ha egy-egy elem egyesül egymással, akkor a vegyértékük ugye egyenlő. Következő feladat az volt, hogy növekvő sorba kellett őket tenni vegyértékük szerint, ugye a legkisebb vegyértéke az N2O-ban van, utána jön a CO, három vegyértékű a foszfor a P2O3-ba, négy vegyértékű a szén a CO2-ben, és legnagyobb vegyértéke a nitrogénnek van az N2O5-ben. A megnevezésnél, ugye megtanultuk már, hogy az oxigén tartalmazó vegyületek neve oxidra végződik, és hogy a nem fém vagy a vele vegyülő elem neve kerül előre. A változó vegyértékű, ezek esetben mindegyik, zárójelbe helyezzük római számmal a vegyértékét. Tehát az N2O-ban ugye nitrogén egy vegyértékű, tehát nitrogén egy oxid. CO-ban kettő vegyértékű a szén, szén kettő oxid. P2O3-ban három vegyértékű a foszfor, foszfor három oxid lesz a neve. CO2-ben a szén négy vegyértékű, szén négy oxid lesz a neve, és az N2O5-ben a nitrogén 5 vegyértékű, tehát nitrogén 5 oxid lesz a neve. Remélem sikerült helyesen megoldani, ha nem, akkor pedig most sikerült megérteni a feladatot. Kémiai reakciók nem mások, mint kémiai változások. Azt tudjuk, hogy a szubstanciák hajlamosak különböző változások, ezek lehetnek kémiaiak vagy fizikai változások. Ismételjük át, hogy mi is jellemző az egyikre, mi a másikra. Ugyebár, ha megolvasztjuk a jeget, a jég vízből van. Ha megolvad, akkor a halmazállapota változik, tehát szilárd jégből kapok folyékony jeget, ez fizikai változás, semmiféle kémiai kötés nem szakadt fel, és nem keletkezett új anyag. Tojás sütése folyamán, ugye már kémiai változás kapok, mert nem bírom visszafordítani. Papír égésekor szintén kémiai, minden égés, ugye kémiai változás, vas rozsdásodásán rozsdát, vissza lehet alakítani valamilyen féleképpen vassá, de ugye az egészen nagyon sok és hosszadalmas kémiai folyamatokat vesz idénybe. Papír gyűrése, ugye előtte volt sima papír, utána lesz gyűrött papír, de papír maradt, tehát fizikai változás. Gyümölcs erjedése, ugye például, amikor a gyümölcsből cefrét kapunk, tehát azt sem tudjuk visszaalakítani, kémiai változás, drót hajlítása, csak az alakja változik meg, ez fizikai változás, gumi nyújtása szintén fizikai változás. Elmondhatjuk, hogy a fizikai változások során nem változik meg a szubstancia lényege, azaz az alaprészecskéje ugyanaz marad. Míg kémiai változás alkalmával új szubstancia keletkezik, azaz kémiai kötések szakadnak fel, és újak jönnek létre. Tehát a kémiai reakciónál mindig azt értjük, hogy kémiai kötés szakad fel, vagy kémiai kötés keletkezik. A kémiai változásokat más szóval, szakszóval kémiai reakcióknak nevezzük. Miről lehet észrevenni, hogy történt egy kémiai reakció? Az első képen kristálycukrot látunk, és ha ugye pörköljük a kristálycukrot, melegítjük, akkor egy idő után
A kémcső falán észreveszünk, hogy beködösödik, és vízpárák csapódnak ki, pedig nem adtunk hozzá vizet, ugye megváltozik a színe is, sőt, ha elég sokáig melegítjük, akkor egészen fekete lesz, ami már nem oldódik fel a vízben. Tehát ebben az esetben több minden is utal arra, hogy történt kémiai változás. Keletkezik egy olyan anyag, amit nem adtunk hozzá. Megváltozik a színe, megváltozik az illata, megváltozik az oldhatósága. Magnézium szallag égetése során ugye lángot kapok, méghozzá fehér lángot, ami 1000 Celsius fok körüli hőmérsékletet jelent, és természetesen utána fehér porszerű anyagot kapok, amit egyszerűen csak hamunak szoktunk nevezni. Tehát gyakorlatilag egyértelmű, hogy kémiai változás történt. Vagyis, ha megváltozik a színe, az illata, az oldhatósága, fény, láng kíséri, ugye a változást, akkor az kémiai változás lesz. Nézzünk még egy példát, papír égése során. Ugye van láng, tehát ez már utal a kémiai változás, ha megváltozik a színe, keletkeznek, ugye füst keletkezik, ami azt jelenti, hogy a gázok fejlődése szintén egy indikátora, jelzője annak, hogy kémiai változás történt. A kémiai változásokat kémiai egyenletekkel írjuk le. Ugyebár egy változáskor mindig van kiinduló anyagunk, kiinduló anyagokat reaktánsoknak nevezzük, és van az, ami keletkezik, az új termék, ugye az új anyagok, ezeket hivatalosan terméknek nevezzük. A reaktánsok, azaz kiinduló anyagok és termékek közé nyilat helyezünk, ez a nyíl mutatja reakció irányát. Tehát a nyíl mindig a termékekre kell, hogy mutasson. Sematikusan ábrázolva, ha egy A anyag egyesül egy B anyaggal, ugye a több reaktánson van plusz jelet helyezek közéjük, akkor keletkezik belőle D és E anyag. Tehát a reaktánsoknál a plusz jelet úgy szoktuk mondani, hogy egyesül, vagy kapcsolódik, ugye a nyíl az a keletkezik szónak felel meg. És itt ugyebár különböző termékeket kapunk. Tegyünk egy konkrét példát. Nátriumklorid vagy konyhasót és ezüstnitrátot egyesítünk. Mind a kettő nagyon jól oldódik a vízbe, tehát van két színtelen folyadékom, összeöntöm őket, és keletkezik egy ilyen fehér, vízben nem oldódó úgynevezett csapadék. Tehát amikor a keletkező termékem nem oldódik fel a reakció közegben, akkor azt úgy hívjuk, hogy csapadék vagy kicsapódás. Az ilyen termékek mellé egy lefelé mutató nyilat teszünk, ez jelöli, hogy kicsapódik, és ugye a nátriumnitrát, a másik keletkező termék, az oldódik a vízbe. Tehát kiinduló anyagok a nátriumklorid és az ezüstnitrát, és keletkező termékek, azaz anyagok a ezüstklorid és a nátriumnitrát. A reaktánsokat bal oldalra kell feltüntetni, a termékeket ugye jobb oldalra. Következő példa. Az ólom-2-nitrát, ami gyakorlatilag ugye egy nagyon jól oldódik a vízben, és a kálium-jodid, ami szintén jól oldódik a vízben, tehát megint van két színtelen oldatom, ha összeöntöm őket, akkor egy erős sárga színű csapadékot kapott, és itt is ugye az ólom-2-jodid lesz az, ami nem oldódik fel a vízbe, mellé ugye jelölöm nyillal, hogy csapadék, kálium-nitrát az oldódik a vízbe, onnan tudom, hogy nincsen mellette ugye nyíl, tehát reaktánsok, ólom-2-nitrát, kálium-jodid, ami keletkezett, az pedig a termék. Nátrium-hidrogén-karbonát, amit úgy ismerünk, hogy szódabikarbóna. Tudjuk, hogy a szódabikarbonára esencet, azaz ecetet, etánsavat, vagy akár citromsavat is csöpögtetünk, öntünk, akkor ugye gázfejlődés indul meg, ebben az esetben széndioxid válik ki, és az, ami gáz keletkezik a kémiai reakcióba, az pedig egy felfelé mutató nyillal szoktuk jelölni. Nátrium etanoát keletkezik, ez oldódik a vízben, nincs mellett ugye semmilyen jel, és még víz is válik ki. Tehát
bal oldalon a reaktánsok, jobb oldalon a termékek találhatók. És nézzük meg, hogy egy reakció hőhatása milyen lehet. Hát ismert dolog, hogyha nátrium-hidroxidot oldunk vízben, ugye, akkor hő fejlődik. A hőtermelő reakciókat úgy hívjuk, hogy exoterm, ez egy görög kifejezés. Tehát reakciók lehetnek hőtermelők. Minden napi életben sok ilyen van, és mink is használjuk. Ugye minden egyes égés folyamán télen nagyon jó használjuk, hisz ha nem fűtenénk, megfagynánk. Tehát minden egyes égés. A rozsdásodás, az is hőfejlesztő, hőtermelő folyamat, de viszont olyan lassan megy végbe, hogy nem érzékeljük ugye a keletkező hőt, illetve a sejtvégzés. A sejtvégzés gyakorlatilag az, hogy amikor mink a levegőt ugye belélegezzük, az oxigén az eljutva a sejtekig az elfogyasztott táplálékot energiává alakítja át, tehát többek között hőenergiává is, hiszen a testhőmérsékletünket állandón kell tartanunk. Amikor szilárd ammónium-kloridot oldunk, akkor viszont azt tapasztaljuk, hogy csökken a hőmérséklet, és az ilyen reakciókat, amelyek elnyelik a hőt, vagy hőt használnak, endoterm reakcióknak nevezzük. Ilyen például a párolgás, ugye nyáron azért locsoljuk fel az udvart, hogy a víz, hogy párolok hűtse, szintén mi magunk is, ugye izzadással is hűtjük a szervezetünket, és minden egyes sütés, főzés, ugye majd meleg hatására, vagy melegítve tudunk véghez vinni, szintén endoterm, vagy hő elnyelő folyamat. A reakciókat két típus van, az egyik az analízis, a másik a szintézis. Nézzük, hogy mit is jelentenek ezek a kifejezések. A víz az, ugye, ha azt mondom csak, hogy víz, akkor az sokféle lehet, de ha azt mondom, hogy desztillált víz, akkor egyértelmű, hogy a vegyület vízre gondolok, és tudjuk, hogy a vizet és a vegyületeket föl tudjuk bontani, mert különböző elemekből állnak. A víz molekula képlete, ugye H2O. Ez azt jelenti, hogy a vízben két hidrogén és egy oxigén található, tehát a vizet hidrogénre és oxigénre tudom felbontani. Ez gyakorlatilag ki is vitelezhető. Ezen a képen látunk egy ilyen felszerelést, amelyben ugye a vizet egy elem segítségével megpróbáljuk egyenárammal felbontani. Van egy profib berendezés is, ami erre szolgál, ugye ez az U alakú csőben van két elektróda. Az elektródákat, ugye, hogyha egyenáramra kapcsoljuk, akkor megindul a felbontás, és amint látjuk, buborékok válnak ki. Ez a negatív elektróda is ezen fog kiválni majd a hidrogén. A másikon a pozitív elektródán fognak kiválni majd az oxigén, buborékok, és amint látjuk, ennek a csőnek a végén van egy-egy kis csap, és gyakorlatilag látjuk, hogy az oxigénből fele annyi van, mint hidrogénből. Ugye az oxigén és a hidrogén is mind a kettő gázhalmaz állapotú. Viszont a hidrogén az könnyebb, mint a levegő, ezért úgy tudjuk ugye mintát venni belőle, ha lefelé tartjuk a kémcsövet, ugye nyílásával lefelé tartjuk. Az oxigén, mivel nehezebb, mint maga a levegő, pedig ugye lefelé irányítjuk. Tehát mind a kettő gázhalmaz állapotú. Hogy lehet tényleg ellenőrizni azt, hogy mink a vizet fölbontva hidrogént és oxigént kaptunk? A hidrogén ellenőrzését általában egy durranó gáz próbával szokták véghez vinni, ugyanis ha a tiszta, illetve a hidrogénhez égő pálcát viszünk, akkor az durran egyet, tehát egy kis helyi robbanás következik, míg az oxigén, mivel táplálja az égést, ezért gyakorlatilag, ugye, ha parázsló pálcát viszünk a tiszta oxigén közegébe, meggyullad.
Tehát a parázsló pálca meggyullad. Tehát a vizet fel tudtuk bontani egyenáram segítségével, hidrogénre és oxigénre. Ezt úgy hívjuk, hogy elektrolízis. Mert elektromos áramot használtunk hozzá, lízis, mert felbontás. Tehát, amikor egy összetett anyagot két vagy több egyszerűbb anyagra bontunk, az bomlási reakciónak vagy analízisnek nevezzük. Tehát egy anyagból keletkezik kettő vagy több. Ez az analízis, vagy bomlási reakció, ha elektromos áram segítségével végezzük, akkor elektrolízisnek nevezzük. Higany-2-oxidot hőbontással lehet felbontani, ugye higany-2-oxidban higany és oxigén van, és ha melegítjük, ugye így néz ki ilyen narancsárga színű, akkor gyakorlatilag egy idő után kiválnak a higany csöppek, és oxigén keletkezik. Ebben az esetben is az oxigént az parázsló pálcával tudjuk bizonyítani, ahogy beletesszük a parázsló pálcát lángralóban. Tehát, mivel hő hatására végeztük a felbontást, ezt termolízisnek nevezzük, ugye higany-2-oxidból higany és oxigén keletkezett, tehát E is analízis, azaz bomlási reakció, azaz egyből kaptunk kettő anyagot. Magnézium szalag égése. Az égés folyamán ugye a magnézium egyesül a levegő oxigénjével. Tehát ebben az esetben kettő anyagból kapok egy összetett anyagot, ezért egyesítési reakciónak vagy szintézisnek nevezzük. Kettő vagy több tiszta anyagból, ugye, tehát egy összetett anyagunk keletkezik, tehát egyesítés. Vas-2-szulfid direkt szintézissel kapható, kénporti vasból összekeverjük és izzásig hevítjük, és gyakorlatilag egy vas-2-szulfid nevezetű anyagot kapunk, tehát ez is szintézis. Az alumínium jodid keletkezésénél alumínium és jód port keverünk össze, ez is szintézis lesz, és az az érdekessége az egésznek, hogy a reakciót egy csöpp vízzel indítjuk be, és ennek a vízcsepp hatására ugye izzani kezd, és gyakorlatilag a keletkező terméken szürkés színű lesz. Tehát analízis vagy szintézis. Nézzük meg. Nátrium-klorid egy anyagon van, ebből nátrium és klór keletkezik. Kettő keletkezik, tehát ez analízis. Felbontottam. Vas egyesül az oxigénnel. Tehát gyakorlatilag keletkezik vas, három oxidunk, ez szintézis. Vas és a kén egyesül, szintén szintézis. Ebben az esetben viszont van nátrium-kloridunk plusz víz, keletkezik hidrogén, klór és nátrium-hidroxid. Viszont a reakciók legnagyobb többsége az egyszerre szintézis és egyszerre analízis is. Mivel a nátrium-kloridban is szakad felkötés, tehát ez felbomlik. A vízben is szakad felkötés, és utána pedig új kötések keletkeznek, ugye a hidrogén kiválik a vízből, klór kiválik a nátrium-kloridból, és a nátrium, illetve a vízből az egyik hidrogén és oxigén összekapcsolódik, tehát itt van szintézis és analízis is. Összefoglalásként. Kémiai reakciókat más néven kémiai változásokat egyenletekkel jelöljük. Az egyenletek bal oldalára kerülnek a kiinduló anyagok vagy reaktánsok, ha több van belőlük plusz jellel választjuk el őket, a jobb oldalára kerülnek a keletkező anyagok vagy a termékek, szintén ha több van belőlük plusz jellel választjuk el őket. A reaktánsok és a termékek közé nyilat teszünk, ami mindig a termékek irányába kell, hogy mutasson. Ha olyan anyagunk keletkezik, ami nem oldódik fel a reakció közegben, akkor lefelé nyilat teszünk hozzá, és ezt csapadéknak nevezzük. Ha viszont olyan anyag keletkezik, ugye, ami gáz halmazállapotban válik ki a reakció közegéből, felfelé nyilat teszünk melléje. Azokat a reakciókat, amelyekben egy anyagból kettő vagy több egyszerű anyag keletkezik,
bomlási reakciónak, vagy analízisnek nevezzük. Mi esetünkben ugye volt példa, hogy elektromos árammal bontottunk, az elektrolízis hő hatására bontottunk, az termolízis, vagy hőbontás. Ha kettő vagy több anyagból keletkezik egy összetett anyag, az egyesítési reakciónak nevezzük, vagy szintézisnek, és ilyen volt például a magnézium égése. A reakció hőhatása. Ha hő termelnek, akkor exotermek lesznek, ugye ilyen az égés, ilyen gyakorlatilag a sejtvégzés is, illetve ha hő elnyelő folyamatok, mind az endoterm folyamatok, tehát főzés, a sütés, ugye a párolgás ide tartoznak. Házi feladatként vizsgáljátok meg ezeket az egyenleteket, és határozzátok meg, hogy analízis vagy szintézis. Köszönöm szépen a figyelmet, jó tanulást kívánok, viszontlátásra!